ukrán államtitkár urat a folytatására. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, valóban folytatni szeretném, amit elnök úr elkezdett, hiszen mindaz a beltartalom, amit felsorolt, az valóban létezik. Ugyanakkor én sokkal egyszerűbben fogalmaznám ezt meg. Ha egy 40 fokos kánikulában vagyunk, és mindenki behunja a szemét, és maga elé képzel egy hűtött dinnyét, és annak a hatását, akkor szerintem már mindent elmondtunk azért, hogy milyen a jó magyar dinnye, és hogy miért szeretjük ezt. Nem csak azért, mert hogyha ránézünk, pontosan nemzeti színekben pompázik, hiszen piros a bele, aztán fehér és zöldként megy át a héja, tehát teljesen a szívünkhöz egészen közel áll. A másik dolog pedig az, hogy közönkutatások szerint a dinnye a legkevésbé elutasított gyümölcsünk, azaz a lakosság több mint 90%-a szereti a dinnyét. És ez már eleve egy kötelezettséget is ró ránk, hogy ezzel úgy kell foglalkozni, hogy ki tudjuk elégíteni azokat az igényeket, amelyeket a fogyasztók elvárnak tőlünk. Elnök úr is mondta, hogy voltunk sokkal nagyobb dinnyehatalom, mint amíg voltunk. Ez szám szerint pontosan úgy néz ki, hogy 2002-ben még mi voltunk a világ harmadik legnagyobb exportőre, 2010-re viszont egészen lecsúsztunk, a 9000 hektáros ültetvényből 4500 hektár maradt. Ma örömmel mondhatom önöknek, hogy a 2011-ben elindított nemzeti dinnye program hatására a 4500 hektárról 6000 hektárra ment fel a termesztés, és mintegy 11000 családnak nyújt megélhetés. Azt hiszem, hogy ez végtelen fontos, hogy ez a termelés az ellenőrzött körülmények között legyen. Hiszen ezért kellett a Földművelési Minisztériumnak bevezetni a kereskedelmi regisztrációt, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak, illetve a NAV-nak kiemelt ellenőrzéseket folytatni a fekete gazdaság visszaszorítására. És jelentem, hogy a NAV-ig továbbra is nagyon szigorú ellenőrzéseket kíván folytatni idén is a dinnyeárusok és az őstermelők körében is. A kormánynak kiemelt célja a magyar zöldséggyümölcs ágazat fejlesztése, hiszen ebben a szektorban a termelés évi mintegy 2,5 millió tonnáról 3,5 millió tonnára, ha föl tudjuk emelni az összzöldség és gyümölcs termesztésünket, akkor mintegy 100 000 új munkahelyet tudunk teremteni. Ebben a 100 000-ben van benne az a 11 000 család, akik a dinnyetermesztéssel foglalkoznak. És azt kell mondjam önöknek, hogy akkor, amikor vidékfejlesztésről beszélünk, akkor, amikor magyar mezőgazdaság fejlesztéséről beszélünk, akkor bizony ilyen lépésekről, és ilyen lépésekből tevődik össze az a hatás, amellyel azt tudjuk mondani, hogy sikeres vidékfejlesztésről és sikeres vidékpolitikáról beszélhetünk. Én nagyon remélem azt, hogy mindenki, aki azt a 15 kg-os átlagfogyasztás, ami Magyarországon van, az az idén, ez növekedni tud. Nagyon remélem, hogy vissza tudjuk szerezni a harmadik helyünket a világ exportőr piacain. És nagyon remélem, hogy mint Békés megyében, mint Hevesben, Szabolcs-Szatmárban, Stolnában azok a családok, akik dinnyetermesztéssel foglalkoznak, azok megbízható jövőt látnak maguk előtt. Végtelenül fontos az együttműködés, és önök is most ennek a tanúi. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a sajtó képviselőinek azt, hogy segítenek eljuttatni az üzenetet a fogyasztókhoz. Mert önök nélkül ez nem menne. Tehát az, hogy ennek a játszmának a részesei és ennek a feladatnak a részesei a termelők elsősorban, aztán a kereskedelem és a fogyasztók. E hármast kell valahogyan kiszolgálni úgy, hogy mindenkinek megfelelő jövőképe legyen a jövőben. Azt hiszem, hogy egy olyan elmozdulás van a kereskedelem részéről, amit itt szeretnék megköszönni az ő számukra. Hiszen az, hogy fölismerte mindenki, hogy az elsődleges szereplő a termelő. Mert ha nincs termelő, és a termelő nem tudja az ő termését úgy piacra dobni, hogy a számára megérje, akkor jövőre nem lesz termés. Mert egy, kettő, azon három évet még a termelő elbír, de a negyediket már nem, és nem fognak termelni. Örvendetes dolog az, hogy sikerült megértetni minden szereplővel, hogy mindenkinek meg kell tudni élni a piacon ahhoz, hogy biztonságos minőségi ellátást tudjon tenni. És hogyha ezt így tudjuk egyességekkel, együttműködésekkel alátámasztani, akkor az a nyereség lehet, hogy a fogyasztók minél több és minél kiválóbb minőségű dinnyéhez juthatnak a piacok és az áruházak.
azt kívánom, hogy legyen benne részünk minél többet ebben az évben is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, államtitkár úr, és megragadva a szót hadd mondjam, hogy örülünk, hogy az egyik emblematikus termékünknek, a dinnyének ilyen jó iránya van, ilyen jó irányt vett az elmúlt 2-3 év promóciói után, és szeretnénk ezt tovább vinni a minőség területén, hisz a kamara azért is kezdeményezte, hogy egy ilyen program elinduljon, és ebben nagy szerepet játszhat, vagy játszik is talán a jövőbe, az AMC, ki szintén most visszakerült a minisztérium irányításába, és azt gondolom, hogy ez egy jó programot sejtett a jövőbe. Most kérném Lipcsei György igazgató urat, hogy a AMC terveiről, illetve lehetőségeiről ha hallhatnánk pár szót. Köszönöm szépen, Béla, a felvezető szavakat. Én is ezzel szerettem volna kezdeni, hogy tisztelt hölgyeim és uraim, ez az első olyan nyilvános sajtótájékoztató, ahol már mint a megújult AMC vezetőjeként vehetek részt. A magyar agrármarketing megújul, ez a felvezető mondat ez az új AMC-hez. Mindenképpen nagyon fontos dolog, hogy egy olyan önálló marketing kommunikációs szervezet jött létre június 15-ével, amely én úgy gondolom, hogy a jövőben sokkal még ennél is hatékonyabban és hatásosabban tud dolgozni, sokkal rugalmasabban tudja szolgálni a termelők és a termékek érdekét. A tavalyi évben is már indítottunk egy dinnye kampányt, ahol szintén nagyon sikeresen sikerült végrehajtani. Ott igaz, hogy még csak egy áruházlánc vett részt az akcióban. Nem volt ekkora jelentőség, úgy gondolom, az egész, amit ott sikerült elkezdeni, de a mostanra, az idei évre megmaradt szlogenből is látszik, hogy azért voltak olyan kezdeményezések már akkor is, amelyek azt mutatták, hogy egy jó irányba haladunk. Az idei évben az Agrárkamarával kiegészülve az ő felkérésükre természetesen azonnal igent mondtunk, és egyértelműen odaálltunk amellé, hogy egy sokkal komolyabb, sokkal jelentőség teljesebb dinnye fogyasztás ösztönző kampányt folytassunk ebben az évben. Alapvetően az idei promóciós akciónak a fő eleme az áruházi kóstoltatás. Igazából erre koncentrálunk, hiszen a mi tapasztalataink is, tehát a többi termékek, termékkörök esetében elvégzett áruházi kóstoltatások is azt mutatják, hogy ez egy rendkívül hatásos, rendkívül hatékony eszköz minden szempontból, ahhoz, hogy megismertessük a vásárlókkal a éppen adott termék, ez esetben ugye a dinnye beltartalmi értékeit, azt, hogy ezek milyen az egészséges táplálkozás szempontjából milyen jelentőségűek, és azt is, hogy igen, ebben az időszakban, ettől az időszaktól még erőteljesebben kell dinnyét vásárolni, hiszen a hazai magyar dinnye ott van a pultokon. Az idei kampányban 6 áruházlánccal közösen mintegy 114 helyszínen lesz kóstoltatási akció. Itt természetesen nem csak az ízek, zamatoknak a észleléséről lesz szó, hanem azok a kollégák, akik ott állnak a kóstoltatókultoknál, azok elmondják mindazokat az információkat röviden, néhány pontban csak a vásárlóknak, amik igazán fontosak ahhoz, hogy minél több magyar dinnye fogjon, és ezáltal minél több jövőbeni magyar dinnye teremjen. Idei kampányban az is nagyon fontos, hogy itt elhangzott az előzőekben a jelölés. Tehát nagyon fontos az, hogy már vannak olyan termékek, termékjelölések, amik már azt mutatják, olyan fajtákat fejlesztettek ki, amelyek, ha ezeket megtalálják, azok a jelöléseket, akkor biztosan olyan dinnyét fognak vásárolni, ami friss és magyar. De úgy gondolom, hogy a jelölés további fejlesztése is egy nagyon fontos elem, úgy, ahogy például elhangzott, hogy csomagolásban lehet fejleszteni. Tehát ezek a fejlesztések, amelyek a termelői csoportok részéről a jövőben majd megtörténnek, ezek segítik a mi munkánkat is természetesen, hiszen sokkal könnyebb promotálni egy olyan terméket, ami
kifinomultabb csomagolással jelenik meg, sokkal kezelhetőbb a vásárlók részére. Az idei kampány kiegészül a tavalyihoz hasonlóan, hiszen ott a rendezvények voltak a fő elem, és az Erzsébet táborok, idén is az Erzsébet táborokban is kursoltatunk, hiszen az AMC munkájában nagyon fontos, hogy ne csak a felnőtt fogyasztói réteget találjuk meg, a döntéshozói réteget így, hogy az áruházi kursoltatások során, hanem az Erzsébet táborokon keresztül is több tízezer gyermeket, családot értünk el a tavalyi év során, és az idei évben is 6 helyszínen fogunk kóstoltatni Erzsébet táborokban. Itt ugye elérjük egészen a kicsiktől a legnagyobbakig, legidősebbekig a különböző korosztályokat, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a mi munkánkban, az AMC munkájában a jövő bemutatóan egyértelműen a belföldi fogyasztás ösztönzés az, ami meghatározza a mai munkánkat. A külpiac is nagyon meghatározó. Úgy gondolom, hogy a dínye esetében rendkívül sok teendő is van, tehát úgy gondolom sikereket lehet elérni a külpiaci aktivitásban. Ezen is fogunk dolgozni természetesen a kamarával és a termelőkkel közösen. A jövőbeni tevékenység, és hogy ez az egész akció az áruházláncok aktív közreműködés nélkül, akik helyet biztosítanak, például nem jöhetett volna létre. Ez a jövőben, én úgy gondolom, hogy az Agrármarketing Centrum vezetőiként azt mindenképpen itt szeretném jelezni, hogy nem, a dínye nagyon fontos, nem csak dínye van a világon, és a jövőben további zöldség, gyümölcs, illetve egyéb termékkörök esetében is tervezzük azt, hogy egy folyamatos közreműködéssel, együttműködéssel, az áruházláncokkal közösen egy nagyon hatásos promóciós akciósorozatba tudunk kezdeni. Én kívánok mindenkinek szép nyarat, nyár dinnye szeletem, fogyasszanak sok magyar dinnyét, és mindenkinek még egyszer jó pihenést, és a nyárra további jó munkát kívánok.